2012. január 1-től kell alkalmazni a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásáról szóló törvényt. A törvénymódosítás célja nem a tiltás, sokkal inkább a lakosság fokozott védelme. Április 1-től bírságolható a vétkes. Teljes súllyal érvényben van a törvény, és mindenkire nézve innentől kezdve valamennyi előírás kötelezően érvényben van. Az intézmények fokozottan érdekeltek, és nem csak a tiltásban. Feladatuk a megfelelő segítsége a dohányzóhelyek kijelölésében, illetve valamennyi ajánlás betartatása. Nem tartom ezt olyan szigorú törvénynek. 5 métert be lehet tartani bárhol. Én azt mondom, hogy bármilyen erős dohány is egy ember, szerintem ez nem egy olyan törvény, amit ne lehessen betartani. Itt mindenhol 5 méteren kívülre helyeztük a bejárattól. Nekem az a meglátásom, hogy működő dolog lesz ez. Nem hiszem azt, hogy probléma lesz ebből. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt területet, helyiséget továbbra is megfelelő felirattal, illetve piktogrammal kell ellátni. A fenti feltételek biztosításáról a belső szabályzatban rögzített személynek, illetve az intézmény vezetőjének kell gondoskodnia.